Az Zempléni Vízmű Kft. A polgármesteri hivatal, a Kossuth Lajos Művelődési Központ és az Egyesített Szociális Intézmény az első négy cég, amely a Fiatal Sátoralja Újhely program keretében egy évre diplomás munkavállalót vett fel. Nagyon örülök itt a lehetőségnek, hogy most a Művelődési Központban dolgozhatok. Korábban már volt szerencsém velük együttműködni, úgyhogy most remélem, hogy ez újra hosszabb távon működhet. A Fiatal Sátoralja Újhely program akár hosszú távú pályák alapja is lehet. Számos cég érdeklődik a lehetőség iránt, és vannak, amelyeknél egy-egy dolgozó megtartása kapcsán az elhivatottság sokkal többet számít, mint az esetleges támogatások. Aki a szakma iránt elkötelezett, mindenféleképpen szeretné hosszú távon nyilván állandó fejlődési lépcsőkkel növelve az életképét úgy megalkotni, hogy itt tudjon maradni, azokkal nincs semmi probléma, nem a támogatás a fő szempont. Az, ami eddig, ez idáig végzősök, végzett diplomásokkal, főiskolásokkal, egyetemistákkal találkoztam, van benne olyan, aki közben pályamódosítást szeretne, nyilvánvalóan az nálunk nem nagyon illeszthető be, csak azok, akik abszolút elkötelezettek a szakmájuk felé. A programot a Városháza indította az értelmiség megtartása érdekében. A korábbi tervek szerint a munkáltatók 100%-os támogatást kaptak volna a munkavállalók után egy éven keresztül. Ezt egyelőre nem sikerült elérni, de így is jelentős mértékű az állami hozzájárulás. 3 hónapig 100%, aztán 3 hónapig 70%, aztán 3 hónapig bértámogatás és 3 hónap tovább foglalkoztatással működik. De én meg vagyok győződve róla, miután 1-2 fő per munkahely, akinek segíteni kell. Ez ne akkora teher, hogy azért a nagyobb vállalkozások vagy a jobban menő intézmények ne tudnák ezt kigazdálkodni. Szamosvölgyi Péter azt mondja, nem tett le arról, hogy 100%-os bértámogatást kapjanak a fiatal diplomások. Egy most formálódó, a munkaügyi államtitkárság által tervezett program pedig erre a remények szerint lehetőséget is nyújt majd. A polgármester hozzátette, mintegy 80 friss diplomás jelölt van, és a magánvállalatok is érdeklődnek a program iránt, ezért várható, hogy a közeljövőben újabb értelmiségi fiatalok kapnak majd állást a városban. Köszönöm.